Köszöntöm a Szentendre ma nézőit! A mai adásban a következő témákkal várjuk Önöket. Létszámleépítés. Több sürgősségi indítványról is tárgyalt legutóbbi ülésén a képviselőtestület. Művészek a Szűnyi István szabadiskoláért. A jótékonysági kiállításon 63 alkotóművei láthatóak. Rendhagyó tárlatvezetés. Egyre többen kíváncsiak a malommese matinékra. Három sürgősségi indítványt tárgyalt februári ülésén a képviselőtestület. A város vezetői többek között döntöttek a Megyei Múzeumban és a Könyvtárban várható létszámleépítésről is. A sürgősségi indítványok közül elsőként ÁFA tájékoztatót hallgatott meg a testület, majd a PMK létszámleépítése került napirendre. Nehéz és komoly döntés ez, mondta el Dicz Ferenc polgármester, de mivel a korábban ígért forrásokat nem kapta meg a város, ezért kényszerült erre a lépésre. A gazdasági szervezettel a Pest megyei könyvtár önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény, gazdálkodó szervezette a Pest megyei múzeumok igazgatóság, illetve a Ferenci múzeumnak a gazdasági szervezete, de ez nem zárná ki azt, hogy gazdasági vezetővel ne rendelkezzen az intézmény. Ezt szeretnénk kérni, ezzel kapcsolatosan küldtünk is el a polgármester úrnak, aljegyzőnek, főjegyzőnek levelet, Gyöngyösi, Kálnoki Gyöngyösi Márton úrnak is. A jelenlegi fölállásunk az, hogy két gazdasági ügyintézőnk van, de velük ketten is nagyon nehezen tudják ellátni a feladatot, tehát még plusz két fő besegít a gazdasági ügyeknek az intézésében. Tehát most azt nem látjuk elfogadhatónak, hogy teljes mértékben a gazdálkodást átadjuk a múzeumnak, vagy a gazdasági ügyeknek az intézetét. Én a feladatomat nem fogom tudni úgy ellátni, hogy mellettem nincs egy gazdasági vezető. Vannak olyan, tehát az önkormányzat egy állami feladatokkal megterhelt megyei intézményt vett át, akinek 41 települést, per pillanat 41 településsel lesz gazdálkodási kapcsolata, illetve szakmai kapcsolata is. Én az időm nagy részét és a feladatomat a szakmára szeretném fordítani, természetesen a gazdálkodással is, de nem vagyok gazdasági szakember, tehát hogyha mellettem nincs gazdasági vezető, akkor ez a feladat döszögni fog, és nagyon nehezen fog menni. Ráadásul a benti, a levelünkben jelzett nagyon sok-sok munka nem végeztető ha csak egyetlen egy gazdasági ügyintézőt hagynak meg az intézménynél. A tavalyi reorganizáció során áttekintették a megyei múzeumi szervezet és a Pest megyei könyvtár működését is. Ennek alapján javasolta a változtatásokat Budai Otília. A múzeum és a könyvtár átvétele Szentendre város költségvetésére jelentős terheket ró 2013 évben, amin úgy tudtunk változtatni, és úgy tudunk némi megtakarítást elérni, vagy kisebb önkormányzati forrásigényt, hogyha a gazdálkodási feladatokat hatékonyabban látjuk el, úgyhogy a múzeumnál van gazdasági szervezet, és ellátja a könyvtár gazdálkodási feladatait is. Ugye ez a korábbi években is így működött már. Itt a feladatellátás, a szakmai feladatok ellátása nem sérül. Összességében a gazdálkodási feladatok vannak hatékonyabban megoldva. Itt most gazdasági kollega marad a könyvtárban is, hiszen itt két kollega van, egy vezető és egy gazdasági ügyintéző. Természetesen az az ön döntése, hogy melyik kollégával kíván dolgozni és tud dolgozni. Itt csak arról van szó, hogy gazdasági vezetői státusz nem lehet, hiszen az azt feltételezi, hogy van egy gazdasági szervezet, van egy szervezeti egység, amit irányít. Ha nincs ilyen szervezeti egység, akkor itt ezen a feladaton nem lehet vezetői megbízás, de egy kollega, aki a könyvtárnál közvetlenül az ott jelentkező gazdálkodási feladatokat megoldja, ellátja, az rendelkezésre fog állni, és nyilván ő fog a munkamegosztási megállapodás alapján a múzeum gazdasági vezetőjével, aki a jogszabály szerint az önök gazdasági vezetője is lesz ebben a tekintetben, és az AHT szerinti tekintetben. Az ő együttműködésükben teljesen hatékonyan meg tud valósulni a gazdálkodási feladat a könyvtár esetében is. A képviselők elfogadták a létszámleépítésről szóló előterjesztést. A grémium tárgyalt arról is, hogy a székely zászlót Szentendrén is kihelyezik a Városháza homlokzatára. Ugye elindult most Erdélyben egy ilyen mozgalom,
hogy a székezászt, ami korábban is kihelyezésre került, az ellen többen tiltakoztak, és a román hatóság is feléptek, hogy a szolidaritásul a Németh Zsolt, a külügyminiszter parlamenti államtitkára arra buzdítja a magyar önkormányzatokat, hogy a székelyföldi települések mellett kiállva tűzzük ki mi is a székelyzászlót. Úgy gondolom, hogy nekünk, akiknek ténylegesen Erdélyben, Kézdivásárhely, illetve Párciumban, Zirak ott van a testvér településeink között, mindenképpen fontos és lényeges ez az ügy. Kuncsaba ezt követően személyes élményeit osztotta meg a képviselőkkel, egy hete ugyanis éppen Erdélyben járt. Egy RMDS Hargita megyei tanácskozáson vettem részt, és nagyon eltökéltek a székelyek, hogy továbbra is kínhagyják a székelyzászlót, annak ellenére, hogy a hatóság próbálja azt megakadályozni. És nagyon örülnek annak, hogy a testvérvárosok is ezt felvállalják és kitűzik a székelyzászló szolidaritásuk jelképeként. Én javaslom azt, hogy hívjuk meg erre az ünnepélyes zászló kitűzésre Izsák Balást, a Székely Nemzeti Tanács elnökét, aki az egész autonómia törekvésnek a motorja, és ugye ezt a Székely Nemzeti Tanács kezdte el körülbelül 5 évvel ezelőtt, és azóta rengeteg székely önkormányzat kitűzte a zászlót, és ezt a mai napig nem is nagyon háborgatták, nem volt belőle probléma. Ez egy politikai ügy azért, mert a román állam át akarja szabni a közigazgatási határokat Romániában, és a székely magyar többségű megyéket hozzá akarják csapni román többségi megyékhez, és ez egy figyelemelterelő hadjárat tulajdonképpen Romániában. A székely zászlót vasárnap helyezték el a Városháza homlokzatán. Művészek a Szőnyi István szabadiskoláért. Ezzel a címmel nyílt meg a Művészet Malom új jótékonysági kiállítása. Ezek a Szőnyi István szabadiskoláért címet viselő kiállításon 63 alkotóművei láthatóak és vásárolhatók meg, hogy eladásuk révén segítsék a Zebegényi Intézmény fennmaradását. Különös a rendezési elv tulajdonképpen, hiszen ez a Szőnyi baráti kör nagyon évtizedek óta működő művészeti iskola, és mint művészeti iskola ugyanúgy nagy bajban van, mint mindegyik művészeti iskola ebben az országban. Rengeteg van belőle, sok nagyon jó van. A miénk, ez a Szőnyi, hazabeszélek, természetesen első rangú, mégis nagyon nehéz fenntartani, működtetni Zebegényben ebben a csodálatos bukolikus környezetben. Kevés a támogatás, és ebből eredt az az elképzelés, hogy megkérjük művészbarátainkat, hogy ajánlják föl egy-egy művüket, amelyeket majdan értékesítve a szabadiskola anyagi forrásai esetleg valamennyire bővülnek, és ezzel segítjük a szabadiskola ügyét. Ezért azt hiszem, hogy egész sajátos ennek a rendező elve. Arról nem is beszélve, hogy ahogy említette szintén, hogy azért egy-egy alkotó, amikor így megválik egy művétől, hát bizony, mintha a saját gyermekét bocsátaná valaki másnak a kezébe. Teljesen így van, és ahogy a műveket minőségileg megnézzük, egyáltalán nem arról van szó, hogy úgy benyúlt a műterem sarkába, és valami kis harmadrangú művet ide ajándékozott volna nekünk, hanem igenis fősodor, éppen mögöttem látható Aknay János hatalmas méretű műve például, ami ezt nagyon jelképezi, de hát a ragyogó Szőnyi akvarell,
és többiek, a tanáraink, Szunyogi András, Kopek Rita, a szentendreiek, Csiszent Mihály Róbert, Farkas Ádám gyönyörű munkákkal vannak jelen, 60 művész, és ez egy nem társadalmi összefogás, de egy olyan művész szolidaritást, együttérzést jelent, ami tulajdonképpen kicsit meg is hat minket, ugyanakkor szeretnénk mindezt a jó cél érdekében felhasználni. Talán furcsa lesz a megfogalmazás, de ön szerint mennyi haladékot vásárolhat ez a művészi összefogás az iskolának? A kérdés jó, természetesen rövidet, rövid haladékot. Ennek elsősorban azt hiszem szimbolikus jelentősége van momentán most itt, de soha nem lehet tudni, hogy mit generál egy ilyen szellemi összekapcsolódás, egy ilyen válvetés. Azt gondolom, hogy ennek nagyobb a jelentősége jelen esetben, hogy beszélünk róla, hogy kinek-kinek már hallom az ötletét, milyen módon lehetne továbbvinni, de természetesen az is fontos, hogy megtalálják a vevőiket ezek a munkák. A megnyitóra a Szabadiskola névadójának lánya, Szőnyi Zsuzsa is ellátogatott. Eljöttem megint Szentendrére, bár elég öreg vagyok és beteg, de nem mondok le, mint a pápa. Az emberek, akik ma küzdködnek gondokkal, meg hát nincs jó kedv általában, és akkor ez egy olyan dolog, hogy egy művész telepre valaki oda megy nyáron, egy-két hétig ott festeget, és annyira megváltozik az egész, tulajdonképpen a élet szemlélete, és újból boldog lesz. A kiállítás március 17-ig látogatható a Művészet Malom falai között. Ugyancsak a Szőnyi István Szabadiskoláért rendezett tárlat volt a legutóbbi Malom Mese Matiné helyszíne. A látogatók ezúttal is az irodalom és a közös alkotás révén kerülhettek közelebb a művészethez. A gyerekek élvezték ezúttal is a rendhagyó tárlatvezetést, a mesét és a találkozót lezáró kézműves foglalkozást. A kortárs mese és alkotás sorozat a következő hónapban is folytatódik. Március 3. vasárnapján, a hagyományokhoz híven, újra délelőtt 10 és déli 12 óra között várják a matiné kis vendégeit a szervezők. A Szentendre ma adását látták. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!